erős vár a mi Istenünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Megemlékezem az Úr tetteiről, visszagondolok hajdani csodáira. Felidézem egyenként minden tettedet, elmélkedem műveidem. Szent a Te utad, Istenem, nincs más Isten, aki az Úrhoz fogható. Megváltottad hatalmaddal népedet, úgy vezetted őket, mint nyájadat. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Néped üdvözítője, Te vagy Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Úr Jézus Krisztus, aki azért jöttél, hogy betöltsd mennyei Atyád akaratát, Uram, irgalmazz! Úr Jézus Krisztus, aki elküldted a Szent Lelket, hogy megváltó művedet beteljesítse, Krisztus, kegyelmez! Úr Jézus Krisztus, aki tanítványokat rendeltél, hogy halálodat hirdessék, és föltámadásodról tanúskodjanak, Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassuk meg a Szent Háromság ünnepe utáni 19. vasárnap evangéliumát, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban, a 9. fejezet első 8 versében a következőképpen. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Isten káromló. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj? De azért, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Ekkor ezt mondta a bénának: kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ő pedig felkelt, és hazament. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Az evangélium rendszeresen olyan történeteket és példázatokat ad elénk, amelyek számunkra itt és most meglehetősen furcsák. Akkor és ott, amikor ezek a történetek megtörténtek, vagy ezek a példázatok elhangoztak, nem csak hogy furcsák voltak, hanem meghökkentőek, sőt egyenesen kifejezetten botrányosak voltak. Nem azzal a szándékkal, hogy valami polgárpukkasztó, farizeus pukkasztó indulattal Jézus felbőszítse azokat, akik a kor vallási vezetői voltak. Ám bátor, mégis provokáció volt ez, csak nem abban az értelemben, ahogy ami általában a provokáció kifejezést értelmezzük, lehet azt jól is érteni, értelmezni. Annyit jelent a provokáció, hogy előhívok valami pozitív reagálást, önismeretet, változást, korrekciót elindító szándékkal.
A történet arról szól, hogy egy ágyban fekvő bénát vittek oda Jézushoz. Nyilván ez az ágy nem olyan volt, mint a mai kor ágya. Egyfajta kerevet volt, óvodásaink ilyen szerkentyűn aludnak délutánonként, valahogy így kell elképzelni, de mégis béna volt ez az ember, és oda vitték Jézushoz, és amikor Jézus látta a hitüket, így szólt a bénához, bízzál, fiam, megbocsátatnak a te bűneid. No, ez volt a provokatív mondata Jézusnak. Tudnélik, a kor gondolkodása szerint, amikor úgy gondolkodtak, hogy Isten látható módon igazolja a benne bízókat jóléttel, bőséggel, egészséggel, míg a tőle távol csatangolókat, azoknak az életét igazolja mindenféle gonddal, bajjal, hogy ők távol állnak tőle. No, ebben a világban, hogyha valaki béna volt, gondolták, nyilván nem véletlenül volt béna, akár ő, akár valamelyik rokona vétkezett, és az Úristennel nincs rendben a szénája, tehát ne csodálkozzon, hogyha nyomorúságot szenved. A testi gyógyulás hátterében, Izraelben mindig egy mélyebb okot gondoltak. Azt tudnélik, hogy ha Istennel rendeződik a beteg ember helyzete, akkor ennek magától értődő következménye, mint egy jele a testi gyógyulás is. És éppen azért, amikor Jézus arról beszélt, hogy megbocsáttattak bűneid, felháborodtak, mert olyasmit mondott Jézus, amit egyedül Isten mondhat. És amikor Jézus ilyeneket mondott, akkor ők ott és akkor nem tudták, nem ismerték föl, nem is tudhatták, nem is ismerhették föl még, hogy Jézus valóban, ahogy hitvallásunk fogalmaz, egy lényegű az Atyával és általa lett minden. Tehát nem hasonló az örökkévalóhoz, nem az ő küldötte, profétája, nagy embere, hanem Krisztusban maga Isten inkarnálódott, lett testé karácsony éjszakáján, ebből származik karácsony szavunk is. Tehát felháborító volt ez a történet. Jézus válasza. Milyen jó, hogy mi tudjuk, hogy ez az összefüggés nem igaz. Hiszen sok valóban Istenben bízó ember nehézséget, nyomorúságot hordoz, miközben mások, akik a hátuk közepét mutatják az örökkévalónak, egészen meglepő módon sikeres életet élnek. Nem is ezen a gondolkodási vonalon megyünk most tovább, inkább a kérdést nézzük meg, amelyet Jézus tett fel. Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, hogy fogd az ágyadat, kelj fel és járj. Emberi gondolkodásunk szerint nyilván az a könnyebb, hogy azt mondjuk, megbocsáttattak a bűneid. Hiszen az csak egy mondat, az nem látszik. Annak nincs következménye, azzal nem lehet bukni, nem lehet felsülni. Ezért nincs rizikója. Annyian, annyi mindent mondtak már, egyel több nagy hangú és elrugaszkodott kifejezés, alaptalan kifejezés elfér a sorban. De azt mondani, hogy kelj fel és járj, hát ez már sokkal nehezebb kérdés. Mert mi van, hogyha a megszólított mégsem kell fel és mégsem jár? Ez az igazi rizikó, nem azt mondani, hogy megbocsátani a bűnöket, gondoljuk mi, emberek. A valóság azonban pont fordított. Mert Jézus nem azért jött, hogy az Istenben való bizalmatlanság, az Isten iránti bizalmatlanság a bűn következményeit elhárítsa, vagy ezeket a következményeket megelőzze. Azért jött, hogy mindezek eredő okát, a bűnt gyógyítsa. Azt tudnillik, hogy nem vagyunk képesek magunktól, akármennyire is szeretnénk, Istenben bízni, ennek következtében ráhallgató életet élni. Jézus nem a felszínt kapirgálja,
a lényegig, a gyökerekig hatol. Minden rossz és baj eredeti okát a bűnt gyógyítja. Ezt tudva közelítsük meg most úgy Jézus kérdését, hogy számára mi volt a nehezebb. Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak bűneid, vagy azt, hogy kelj fel és járj. Az, hogy gyógyulás történjen, Jézusnak csak a szavába került. Természetesen ez a csak idézőjelben értendő. Többször találunk olyan történetet az evangéliumban, amikor Jézusnak elég csak szólni, és amit mond, megtörténik. Akár a kapernaumi százados szolgájának gyógyításakor, amikor kiderül, hogy átléphetetlen akadály van egy izraelita és egy pogány római katonak között, akkor is elég volt Jézusnak szólnia, miután mondta a katona, Uram, csak egy szóval mond, és meggyógyul a lelkem. Ismerős ez a szent liturgiánkból is, római katolikusoknál is, nálunk is elhangzik, az oltári szentség liturgiájában. És megtörtént, amit Jézus mondott, hiszen szava teremtő szó. Ugyanúgy, ahogy a mennyei atya szava is teremtő szó, mikor kezdetben teremtette az eget és a földet. Jézusnak tehát csak szólnia kellett, és megtörtént, amit mondott. De az, hogy megtörténjen a gyógyulás, az Istennel való kapcsolat, összetört kapcsolat helyreállítása, újjáteremtése, az nem a szavába, hanem az életébe került. Így tehát neki nem az volt könnyebb mondani, hogy megbocsáttattak a bűneid, hanem azt, hogy kelj föl és járj. Ez a bűnbocsánat, tudnélik ez a helyreállító isteni cselekvés Jézusnak az életébe került. A mi Urunk Jézus Krisztus tehát nem a következmények kár elhárítójának, a csorbák kiköszörülőjének jött a világba. Aki ezt várja tőle, előbb-utóbb biztosan csalódni fog. De aki azt kéri, várja és reméli tőle, hogy éppen általa, halála árán és feltámadott jelenlétében gyógyul a legnagyobb baj, a bűn, az Istentől elszakadottság, nos, aki ezt várja tőle, nem egy halálig tartó, hanem a halálos betegségből való gyógyulást kéri, s kapja ajándékul tőle. Így tehát, aki azt kéri, várja Jézustól, amit ő meg is ígért övéinek, soha nem fog csalódni benne. A bűn, ahogyan korábban már szó volt erről egyik alkalommal, nem erkölcsi, etikai fogalom tehát, hanem egészen egyszerűen az Istentől elszakadt, benne bízni képtelen ember állapota. Jézus ma is itt kezdi az emberben, itt kezdi bennünk és velünk, a szívünk mélyén, az iránta való bizalmatlanság a bűn mélyén. És ha itt elérte újjáteremtő célját, ezután gyakran jön valóban a lelki és olykor a testi gyógyulás is. De nem elég a tünetet gyógyítani testi betegségeink esetében sem. Mindig az okot, a tüneteket kiváltó okot kell gyógyítanunk. Éppen ezt teszi Jézus is. A felszabadult, Isten felé kinyíló, irgalmas, isteni szeretetből élő, és ebből a forrásból mások felé is megnyíló élet szabadsága ez. Nem rabság többé, hanem szabadság. Isten felé nyitott szívvel, és ennek következtében az általa teremtett, a Krisztusban megismert, és immár rajtunk keresztül is történő, irgalmas élet szabadsága ez. Imádkozzunk!
Istenünk, aki szent fiat kereszt haláláért megbocsátott bűneinket, és föltámadása által örök életre vezetsz bennünket, hallgass meg minket, amikor hálaadással könyörgünk hozzád. Könyörgünk önmagunkért és minden keresztény testvérünkért. Add, hogy minden szavunkkal és cselekedetünkkel feltámadott Urunkról tanúskodjunk. Tégy alkalmassá bennünket szolgálatodra. Őrizd meg attól, hogy méltatlan viselkedésünkkel szégyent hozzunk szent nevedre. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk hazánkért, népünkért. Őrizd meg minden bajtól és veszedelemtől. Könyörülj az egész teremtettségen. Szabadítsd meg a mulandóság átkától. Vedd le róla a bűn és a halál bilincseit. Hozd el hamar örök országodat, amelyben békesség és öröm uralkodik. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk azokért, akik betegek és haldoklók körül teljesítenek szolgálatot. Add, hogy a testi gondoskodás mellett az evangélium erejével is vigasztalják elesett embertársaikat. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk mindazokért, akik a hitükért és az evangéliumért szenvednek üldöztetést vagy hátrányos megkülönböztetést. Erősítsd őket, hogy mindvégig álhatatosak maradjanak, és a hit harcát győzelemmel vívják meg. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk a betegekért, erősítsd, gyógyítsd őket. Rendelj melléjük őrző angyalokat és segítő embertársakat. Könyörgünk a haldoklókért, tartsd meg őket az örök élet reménységében. Könyörgünk a gyászolókért, szent lelkeddel és igéddel vigasztald és bátorítsd őket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Hallgass meg minket, Urunk, és újítsd meg életünket szent lelkeddel. Őrizd meg minket szeretetben, míg eljön a teljesség, amikor megváltott gyermekeidet összegyűjtöd örök országodban, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akinek nevében tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, Fiú, Szentlélek. Amen. Erős vár a mi Istenünk.